Bécstől 80 kilométerre délre a festői Ternitz városkában él Európa egyik legnagyobb jelenkori festője, Robert Hammerstiel, akiért a világ legismertebb műtermei és gyűjtői versenyeznek. A bécsi Leopold Múzeumban Gustav Klimt, Oszkár Kokoska és Egon Schiele társaságában vannak a művei kiállítva. A nagy festő a kelet-bánáti Versecen született, abban a városban, amely megpecsételte művészetét és amelyet sikerei után sem tudott sosem elfelejteni. Amikor meghallotta, hogy a Vajdaságból Újvidékről jövök és Bécsben tartózkodom, kedves közvetlenséggel imitált a műtermébe. Robert Hammerstiel 1933. február 18-án született a sok nemzetiségű Versecen, az Alexina utcában, ott, ahol a városka sváb negyede a magyar negyeddel volt határos, a roma negyedtől egy picit északabbra, a szerb negyedtől pedig délebbre. Én három nyelvű közegben nőttem fel. Születésemtől fogva németül, szerbül és magyarul is beszéltem. Versecen az Alexina utcában laktunk, ott, ahol a szerb negyed megszűnt és a magyar kezdődött. Ott sok nemzet élt együtt, akik mind különbözőképpen gondolkodtak, különböző szokásaik voltak, és ez nagy hatással volt rám. Maga is vegyes családban nőtt fel, apai nagyanyja drnisi szerb lány volt, anyai nagyapja pedig román zsidó. Mein Vater war Ikonenmaler und Bäcker. Az édesapám, amellett, hogy péksége volt, ikonokat is festett. Belgrádban tanulta egy ikonfestőtől. Az egyik festményemen a nagymamát ábrázolom a pékségben. A háta mögött a polcokon sorakoznak a kenyerek, felettük pedig az ikonok száradnak. Ő meg oda szólt nekem, hogy kint vár a néni. Vegyél egy stanicit, és add oda neki a kenyeret, és ne feledd el, hogy azt mond neki, hogy kiszti hand néni, kezét csókolom néni, ljubim róke széka. Kiszti hand néni, kezét csókolom néni, ljubim róke széka. A verseci sokszínűség olyan mély hatással volt rá, hogy amikor a századfordulón a New York-i Nemzeti Galériában kiállított, az elképett újságíróknak azt mondta, hogy a város azért tetszik neki, mert versecre emlékezteti. Az emberek különböző nyelveken beszélnek, különböző ételekben élveznek, különböző templomokban imádkoznak, és mégis együtt tudnak élni. Ahogyan mondta, még a 21. század elején Versecen megvalósult az, amire az Európai Unió és Amerika ma törekszik. Az amerikai lakások és az emberek Versecre emlékeztettek. Magam sem tudom, lehet, hogy a sok kivándorló miatt, aki a háború után Amerikába költözött, a valamikori osztrák birodalom országaiból. Talán ezért éreztem magam New Yorkban annyira otthon. Infolgedessen war ich wie zu Hause habe ich mich gefühlt in New York. Pedig éppen ebből a városból internálták a háború befejeztével 1944-ben a 12 éves Robertet édesanyjával és öccsével az icsi falvi, majd a már nem létező, de a valamikor magyar csernyei községhez tartozó Molli falvi és Gádori gyűjtőtáborokba, ahol a vajdasági svábok ezrei haltak meg. Közöttük a legjobb barátja is Misi, aki fájó emlékként mindig felbukkan a vásznain. Ich war drei Jahre in einem KZ. Három évig gyűjtőtáborban voltam. Maláriát kaptam. Sok iskolatársam, ismerősöm meghalt. A legjobb barátom is Nagybecskerek közelében, Knitjaniban, illetve Rudolfsgnádban. Látja, itt ezen a képen egy borzasztó tragédia történt. A fiú barátja halott. Thank you.
A borzasztó tragédiákat megélt gyerek emlékei később nyomot hagytak a mesterművein is. Ez itt az emberek előzetése versetről. Nem akarok erről beszélni. Októberben volt, amikor a földművesek a szüret után hazatértek. Leparancsolták őket a kocsikról, és lelőtték az utcán. Egyszerű parasztok voltak, nem vétettek senkinek. Nem foglalkoztak politikával, földművesek voltak. A német negyedben laktak, és ez volt a bűnük. A partizánok lelőtték őket. De nehogy azt higgye, hogy az ottani szerbek akarták ezt. Mi jól éltünk egymással, mindannyian. De Hitler politikája mindent tönkretett. Én gyerek voltam 1944-ben, 12 éves se voltam, amikor a gyűjtőtáborba vittek minket. Olyan volt, mint amikor egy nagyon drámai filmet forgat az ember. Az egész életemet megpecsételte. Három év után 1947-ben sikerült neki a zöld határon keresztül Magyarországra, majd Ausztriába menekülnie. Ott először Pékként dolgozott, majd Ternicben, az acélművekben kapott munkát. Közben elkezdett festeni. Először csak annak alapján, amit a szentképeket festő édesapjától tanult, majd a különböző művészeti technikák és kompozíció megtanulása véget beiratkozott a főiskolába. Művészetét egy 1974-ben megszervezett berlini kiállítás fedezte fel az akkori német kancellár Helmut Schmidt felesége. Ezután egymást érték a tárlatok és meghívások. A 80-as évek végén az öntödében ért baleset folytán súlyosan megégett és politikai ismerősei közbenjárására nyugdíjaztatták. Innentől kezdve teljes mértékben a művészeteknek szentelhette az életét. 1987-ben az Osztrák Művészeti Akadémia tiszteletbeli professzornak nevezte ki, és az egész világon kiállít. A New York-i áttörést a századforduló hozta, ahol a Nemzeti Galériában alkot. Itt ismerte meg a popártot, a világító erős színek frissességét és a tökéletes kompozíciót. A Nemzeti Múzeum igazgatója fogadott, éppen egy pop art stílusú tárlatot rendeztek. Megjegyeztem, hogy a színek különösen tiszták és erősek. Ő pedig azt felelte, hogy Európában évszázadokon keresztül festettek. És minden időnek megvolt a saját stílusa, amit a rákövetkező csak átfestett. Ezáltal megszűnt a színek tisztasága. Diese ganz Klarheit, die Farbigkeit und so. Ne? Und wir haben halt in Amerika sehr viel weiße Flecken gehabt noch. Ezzel szemben nekünk Amerikában sok fehér foltunk van, mondta, és ezeket könnyen lehet erős, tiszta színekkel megfesteni. Én meg erre azt feleltem, hogy én is egy ilyen fehér folt színhelyéről jövök, hiszen Bánátot vagy a Vajdaságot senki sem ismeri. Azt gondoltam, hogy én is be fogom festeni a fehér foltokat, és elkezdtem dolgozni, ő pedig el volt ragadtatva, hogy erős színeket kezdtem használni. Ettől kezdve ezek a rikító színek dominálnak enteriőrjein és a Vajdaságról, Bánátról és szeretett versecéről festett képeken. Először a 70-es években tértem vissza Versetszre. Abba a városrészbe, ahol valamikor éltünk, egy kislány játszott fababákkal az utcán. Ezt csináltam én is valamikor, fából kocsikat meg állatokat faragtam, és az ő édesanyjával játszottunk együtt. Pont úgy, ahogy ő akkor. Ez olyan drámai volt nekem, hogy alig tudtam visszatartani a könnyeimet. A népirtás témáját is már az új technikával festi. Én itt már idős ember vagyok, és még mindig az emlékeimben hordom, hogy hogyan hajtottak bennünket a lágerekbe, az anyákat hátizsákokkal, és bennünket, kisfiúkat és kislányokat mellettük. Egy másik képen a menekülést örökítette meg, és azokat az embereket, akik befogadták őket.
Az asszonyok úgy néznek bennünket, mintha a saját gyerekeik lennénk. Nekünk mindig szerencsénk is volt, őrző angyalunk volt. Persze ez csak fantázia. Robert Hammerstiel, akinek a művei a legnevesebb európai és észak-amerikai múzeumok és galériák tulajdonát képezik, több mint 60 képet ajándékozott az Újvidéki Vajdasági Múzeumnak, és több mint 30-at a Versaci Városi Múzeumnak. Ott jártunkkor éppen a Dunamenti Svábok Ulmi Központi Múzeumának tárlatához válogatott a műveiből. Azt kérdeztem tőle, hogy elérhető-e újra az az élet, amelyre gyerekkorából emlékezik, a harmónia és megértés, és hogy tud ebben a művész segíteni. Az emberek magatartása segített. A művészetben is a közvetlenség és a tisztaság. Az, hogy alázattal közeledjünk a másikhoz, és hogy az ugyanúgy viszonozza azt. Ha másoknak példát mutatunk a viselkedésünkkel, és a másik fél is úgy viselkedik, csak akkor fog sikerülni. Robert Hammerstiel nagy ember is művész, akiről egy ismert londoni kritikus azt mondta, hogy Munch vagy Matisse méltó örököse. Művészetével szeretett Versecének és Vajdaságnak állít emléket a világban.